Horvátország után Törökországban edzőtáborozott a tavaszi szezonra készülő Haladás labdarúgó csapata. A szombathelyiek 3 edzőmeccset játszottak, melyek közül egyet megnyertek, 2 pedig elveszítettek. A körülmények és az ellátás minden igényt kielégített. Mondhatom, hogy nagyszerű 10 napot töltöttünk Törökországba. Ugye amiért mentünk, hogy nemzetközi mérkőzéseket játszunk füves pályákon, ezek meg is valósultak, rendkívül jó körülmények voltak, mint a hotel, mint gondolok itt a konditeremre és a füves pályákra. A beleki edzőtáborban már nem volt ott Gosztonyi András, aki Lengyelországba igazolt. 2 új játékos viszont a csapattal tartott Törökországba, akik közül az ausztrál válogatott David Williams rendkívül jó benyomást tett a szakmai stábra. A sérüléséből lábadozó Leandro Martinez még jelenleg is külön munkát végez. Úgy tervezzük, hogy most már nem lesz változás, még esetleg beeshet valaki, tehát azért nem merem 100%-ra mondani, de igazából nagyon nem tervezzük. Azok a játékosok, akik itt vannak, úgy érzem, hogy készen állnak arra, hogy ismét egy olyan folytatást tudjunk produkálni majd erre a 14 meccsre, ami már az első 19-ben is megmutatkozott a csapatnál. A tervek szerint a csapat már nem játszik több edzőmeccset a február 13-i bajnoki rajtig. Az első tavaszi fordulóban a Budapest Honvéd otthonában lép majd pályára Mészői Géza együttese.